A fő küldetés, a cél, hogy azokon a településeken, ahol nem működik polgárőr egyesület, ott hozzunk létre, támogassuk azt, hogy a szomszédos településen működő egyesület működését terjesszük ki. Mondta Szabó Zoltán, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai elnök helyettese, a Magyar Falu 100 program igazgatója. A nyitó értekezleten szó esett arról, azokon a településeken, ahol jól működő polgárőr egyesület van, megnő a lakók biztonságérzete, és ez növeli a kis települések megtartó képességét. Horváth Zsolt, a rendező Dunaföldvár polgármestere azt mondta köszöntőjében, biztonságos település elképzelhetetlen a jól működő rendőrség, valamint a polgárőrség és a helyi civil rendészeti szervek közreműködése nélkül. Csapó Gábor, az ORFK osztályvezetőjének szakmai tapasztalatai azt mutatják, nincs olyan bűncselekmény típus, amely kifejezetten a kis településeken fordulna elő. Nincs egy állandó recept arra, hogy melyik településnek mire van szüksége. Tehát nyilván vannak sztenderdek, de önmagában az, hogy egy recept lenne Magyarország összes településére, ez nincsen. Minden településnek más a lakosság összetétele, a szerkezete, a földrajzi helyezkedése. Szóval a rendőrségnek egyenként kell ezeket megvizsgálni és eldönteni, hogy ott konkrétan mire van szükség. Tudós András, a Polgárőr Szövetség elnöke kifejtette, a program során minden új egyesület anyagi támogatásban részesül majd 300 ezer forint értékben. Emellett a szükséges technikai bázist is kiépíti. Részben szeretnénk egyfajta közösségépítő egyesületet, közösséget a településre vinni. A cél az, mondta Tudós András, hogy 2022. decemberére 74 új kistelepülésen működő szervezettel bővüljön a Magyar Polgárőr Szövetség.